Rejtő Jenő, az elveszett cirkáló. Első rész. Nézeteltérés egy pireuszi csapszékben. Ez volt a legfurcsább fiatalember, akit valaha láttak. És ahhoz képest, hogy a nyakát éppen a krokodil tartotta a kezében, elég nyugodtan viselkedett. A helyzet tehát ez volt. A hóhérok asztaltársasága a kocsma a bejárat felőli részén állt, krokodil nevű pénztárosok körül, aki egy ember nyakát tartott a kezeiben. Azzal a szándékkal, hogy az említett nyak tulajdonosát huzamosabb szorítás révén fulladás következtében beállott halállal ölje meg. Szemben velük látszólag közömbösen, de bizonyos fokig várakozó állásponton foglalták el pozíciójukat a gyóntatók, élükön rozsdással, aki dohányzott. A másik gyóntatót főorvos úrnak hívták, mert egy barátját, aki osztozkodás közben hülyének tettette magát, olyan türelemmel verte órákon át, míg az illető 3 hetes kórházi ápolás után épp elmével tért vissza a kültelki társaságba, és hogy a gyógymód megismétlését elkerülje, eleget tett a főorvos úr jogos igényeinek. A harmadik gyóntató, tisztességes nevén Bunkó, megvakarta vállát, de csak azért, hogy kitapintsa a kabátja alatt 4-szeresen összecsavar drótkötelet, amelynek végén jókora vasdarab volt. Erről a különleges verekedési szerszámjáról nevezték el Bunkónak. Hé, krokodil, mit akartok attól a kölyöktől? Úgy láttam, hogy a mi asztalunkhoz szándékozott ülni. Régen keresünk egy spicilit. Azt hiszem, ez az itt, akit éppen megfojtok. Nézd, krokodil. Elismerem, hogy mindenkinek tiszteletre méltó magánügye, hogy kit folyt meg és kit nem. De ez a fiú, először mondja meg, amit esetleg nekünk üzentek általa, és azután, ha igazán azt hiszed, hogy rendőrkém, öld meg békességben. Tudod mit? Előbb megölöm, aztán beszélj vele. Helytelen álláspont. Nem hiszem, hogy a magunkévá tesszük. Én sem. Civakodni akartok. A fiatalember nyakával a nagy marokban ilyetten pislogott jobbra-balra, de szólni nem mert, vagy nem tudott. Arca zöld volt a rémülettől. A krokodil, hogy véget vessen az egésznek, nagyot rántott az áldozatán, és elkezdte rázni. A kölyköt engedjétek el! Rozsdás kezében, az ördög tudja honnan, egy bikacsök jelent meg, és ugyanez a bikacsök a következő másodpercben a krokodil tarkóján csattant, hogy ez, mint valami letaglózott barom, zuhant fejjel a söntéspolcnak, valószínűleg törött nyakcsigolyával. 2 üveg valódi skót viszkit a kocsmáros nyomban a hóna alá vett, és elsietett a belső szobába. Ez az ital nagyon drága volt. A főorvos úr egy rántással hátralódította a megszabadult fiút. Néhány másodpercnyi súlyos szünet következett. Az afférnál csupa nyugodt ember volt jelen. A gyóntatók útját elvágták. Polc mögött ismét feltűnt a kocsmáros, akinek eszébe jutott, hogy a brandyért is nagy kár, mert mostanában nehéz hozzájutni, tehát ezt is bevitte magával a szobába, és bezárta az ajtót. Tunkó kezében megjelent a rövid dronykötél, melynek végén a vas nehezék volt. A lámpát! A sötétség jóformán még be sem állt, mikor rozsdás bal kezével felragadott egy széket, és jobbjával a rémült fiatalembert. Előbb a széket vágta bele az utcai kirakatba, az ablak csörömpölve tört szét. Nyomban utána dobta a fiút, aki a széthulló üvegcserepek között sértetlenül bukott ki az utcára, és ugyanezen az úton ugrott ki ő is. A fiú keskeny árnya szolgálatkészen lapult melléje. Fuss, ahogy tudsz! A kocsmáros ágya alatt idegesen cigarettára gyújtott, megpróbálta a kárt felbecsülni a csörömpölés alapján. És elhatározta, hogy az utcai ablakot nem csináltatja meg többet. A pillanatnyi szünetet kihasználva, Bunkó és a főorvos felborították a likőrökkel megrakott állványt.
Azután egy lendülettel kitörték a vendéglős szobájába vezető ajtót. Onnan az ablakon át az utcára értek. Az irányt már tudták, ugyanis régen megállapodtak mind a hárman abban, hogy komolyabb nézeteltérés után törzs kávéházukban találkoznak. A kávéház a Szárazdok közelében volt. Közönsége a környék ismertebb személyiségeiből állt, és neon betűkkel egy szép cégtábla függött az ajtón. Én nem tudom, mondjad te. Jó, akkor mondom. Kávéház és étterem a négy döglött patkányhoz. Az úri közönség táncol. A fiatalember rémülten nézte három marcon a barátját a négy döglött patkányhoz címzett étterem és kávéházban, ahol az úri közönség táncol. Dining room, man spricht Deutsch. Dining room, man spricht Deutsch. Ezek után sürgősen el kell tűnnünk Pireusból. Én is azt hiszem. A hóhírok sokan vannak. Nem is tudom, hogy miért vitatkoztunk olyan hevesen ezért a nyeszlett fiúért. Kérem, én szintén köszönöm. Ha ugyanhagyd. Nem vagyok tánciskolában. Nekem már rég gusztusom volt odasózni egyet ennek a baromnak. Téged pedig ezentúl kölyöknek nevezünk. Mert úgy nézel ki, mint aki most szökött meg a rövid nadrágból. Most mondd meg, kölyök, hogy miért kerestél minket. Mert azt mondták, hogy a rozsdás... A rozsdás úr megszökött a légióból. Úgy. Lehet valami a dologban. De miért pirongatott úgy meg a krokodil? Mert a fivéremet keresem, aki eltűnt. Oh, ez, fiam, érthetően idegesíti itt az embereket. Ugyanis itt alig van valaki, akinek ne lenne a számláján néhány eltűnt úr. Ilyesmi megesik a kikötőkben. Illetlen dolog firtatni, hogy hova lett. Mi a foglalkozásod? Lakatos vagyok. Ne hazudos, fiam! Azt akarod mondani erre a kézre, hogy valaha is fizikai munkát végzett? Nézd, öcsém, miután hazudozol itt nekünk, levesszük rólad a kezünket. Csak azt sajnálom, hogy a krokodilét is levettük. Na, Isten áldjon! Köszönöm. Szerencsétlen egy figura. De van benne valami, hogy meg kell sajnálni. Hová megyünk innen? Jó lenne porcaid? Szerű. Hát, szervusztok. Hajnalban beszélünk a nagyfőnökkel, aztán megyünk Porszaidba. Halihó! És ment. Furcsa alak volt ez a rozsdás. Vörös haja miatt nevezték el rozsdásnak. Nem nagyon és nem feltűnően, de kifejezetten vörös volt. És egy egész icipicit szeplős. Mindez azonban jól állt neki. Arányos, karcsú alakján nem látszott meg, hogy néhány igen jelentős kikötő leghírhettebb verekedője. Az arca gyerekes volt, és jóformán állandóan vigyorgott. Alig lépett ki a négy döglött patkány nevű vendéglőből. Az úri közönség táncol. Az úri közönség táncol. Időn szemközt egy sikátor bejárata felett pislákoló gázlámpa alatt megpillantotta a sovány fiút. Na, gyere ide, te marha. Szívesen segítek rajtad, ha tudok. Vagy nem engem vártál? De! Nem akartam a többiek előtt beszélni. Magának őszintén elmondok mindent. Adjuk ezt a finomkodást. Mondd csak nekem, hogy te rozsdás. Hát kérlek, alásson. Rozsdás, én úgy érzem, megbízhatom benned. Yeah. Az ember, aki eltűnt és keresem, a fivérem. Két évvel ezelőtt még vezérkari kapitány volt az angol hadseregben. Évekig dolgozott egy találmányán, valami nagy fontosságú technikai újítás volt. Azt hiszem, egy elektromos leadó volt a lényege, amelynek segítségével víz alatti aknákat lehetett felrobbantani nagy távolságról. Fivérem senkinek sem szólt erről a találmányáról, csak az asszisztense tudott róla, és sajnos egy nő, akit szeretett, akiben vakon bízott. Ez okozta a vesztét. Uh-huh. Egy napon ugyanis
Mikor a fivérem befejezte a munkáját, és jelenteni akarta az illetékeseknek, hogy megtekinthető a modellje, értesült róla, hogy hasonló találmányt jelentett be egy tisztársa. Fivérem összeszedte rajzait, hogy igazolja az elsőbbségét. A rajzai azonban hiányosnak bizonyultak. Valaki néhány fontosabb tervet ellopott. Tomás? Ugyanis a fivéremet Tom Levennek hívják. Tudta, hogy a tettes csak a menyasszonya lehet. Helena Oldington. Azonnal oda sietett. Izgatott jelenet játszódott le közöttük. A portás látta, hogy a fivérem kalap nélkül idegesen rohan el. Fél óra múlva az egyik lakály bement Helena Oldingtonhoz. A nő már halott volt. Agyon szúrták egy papírvágó késsel. Rozsdás felkeresi a nagy főnököt és megveri. Fél óra múlva az egyik lakály bement Helena Oldingtonhoz. A nő már halott volt. Agyon szúrták egy papírvágó késsel. Ott találták Tom kalapját. Az íróasztalon ott feküdt a revolvere. Egy cseréd hangos szóváltást is hallott, szóval kétségtelen volt a bűnössége. Nyomban le is tartóztatták volna, de nem ment haza. Barátjánál ült kétségbe esetten, aki nem hitt fivérem bűnösségében, és segítségére volt, hogy egy Görögországba induló katonai repülőgépre feljusson álnéven. A hadbíróság távollétében tartotta meg a tárgyalást. Megfosztották a rangjától, kitaszították a hadseregből, és halálra ítélték. Fivérem innen Pireuszból írt utoljára. Ebben a levélben említette, hogy valószínűleg beáll a légióba. Szegény anyám, belehalt a csapásba. Egyedül maradtam. Egy hajózási vállalatnál dolgoztam, mint tisztviselő. Na látod, hogy nem vagy lakatos. Két hónap előtt egy igen előkelő úr hivatott magához. Nyugalmazott táborszernagy. A legnagyobb angol hadianyaggyár vezetője. Elmondta, hogy a találmány, amelyhez hasonlót a fivérem is bejelentett, nem sikerült. A feltaláló tiszt, aki így mondta, igen derék ember, és akit a fivérem igazságtalanul vádolt meg, valahol tévedett. És lehetséges, azt mondta, hogy a fivérem elképzelése helyes volt. Ha Tom Leven eladta már egy másik nagyhatalomnak a találmányt, érdekünkben áll, hogy mi is megszerezzük tőle. Ha nem adta el, akkor még fontosabb, hogy mi szerezzük meg elsőnek. Tom Leven bűnügyéhez semmi közöm. Találmányáért viszont, ha jó, 50 000 fontot ajánlok fel. Azt hiszem, ez a mesebeli összeg megérdemli, hogy felkeresse a fivérét. Az semmi esetre sem helyes, ha valaki megöli a nőjét. Merje meg és kész. De ezek a feltalálók mind ilyenek. Rögtön azt hiszik, hogy másnak nem juthat az eszébe ugyanaz. Szóval, miért én? Valaki azt mondta, hogy a légióban voltál. Legalább, ha megtudhatnám, hogy ott van-e egyáltalán a légióban. Ezt esetleg megtudhatom. Menjünk a fáraóhoz. Az tudja az ilyesmit. A fáraó 5 évet szolgált a légióban, s miután leszerelt, felkínálták neki ezt az állást a Pireuszi kikötőben. Ha valaki jelentkezett a francia követségen azzal, hogy légionista akar lenni, közölték vele, hogy Görögország területén a franciáknak táborozni nincs joguk, de a gőzös indulásáig gondoskodik róla egy francia állami tisztviselő. Ez volt a fáraó. Piszkos, karvajorrú, kopasz ember. Egy deszkabódéban lakott. A berendezés egy bőrdíványból és egy pálinkás üvegből állt. A helységben csak a fáraó tartózkodott, és néhány ezer légy. Jó napot! Ajtót! Kus! Arról van szó, hogy kereshetsz 5 drachmát. Érdekel! Megmondtam neked a múltkor, hogy felhagytam a csempészéssel. Francia állami tisztviselővel állsz szemben. Nem kell csempészned. Ez a fiatalember, akit ne nézzél le sovány külseje miatt. Miután ma jött ki a fegyházból, ahol 2 évet ült, mert leszúrt egy fregatkapitányt, szeretne megtudni valamit a fivéréről. Miről van szó?
Egy Tom Leven nevű angol ember áll be tavaly itt a francia légióba. Erről szeretnék valamit tudni. Majd utána nézzünk, kérem, az irattárba. Letérdelt a földre, azután két keze és a feje eltűnt a kerevet alatt. Hát nem ott volt az irattár. Tom Leve, megvan, tessék! Tom Leve 36 éves Djiboutiba indult a Constanza nevű gőzösen 2 évvel ezelőtt, február 9-én. De hogy lásd, milyen barátod vagyok, rozsdás! Minden ráfizetés nélkül még valamit biztosan állíthatok neked erről a Tom Leverről, hogy könnyen megtalált, ha lopott valamit tőletek. Egy belgával együtt szállt hajóra. Aha. És ez... 2 hónap múlva írt nekem, hogy mind a kettőjüket 3 hét alatt kiképezték Djiboutiban, és onnan Rangoonba kerültek. Tehát, ez az ember, aki lopott tőletek, szintén Rangoonban van. És most hagyjatok aludni! Ajtót! Nézd, kölyök, legokosabb, ha hazamész. Ha egyszer Birmában van a bátyád, akkor az annyi, mintha nem is lenne a világon. És milyen messze van ide Birma? Jó gyors hajóval 4-5 hétig eltart. De beutazási engedély kell. Én utána megyek a bátyámnak. Meg akarsz halni? Lehet, hogy belehalok. Akkor is utána megyek. Én ilyen marhát még nem láttam. Elmegyünk a nagy főnökhöz. Ő segítségedre lesz ebben az ügyben. A nagyfőnök igen fontos személyiség volt a kikötőben. Ennek már lehet 20 éve. Kijelentette üzletfeleinek, hogy minden írást, igazolványt hajlandó jó pénzért megvásárolni. Különféle tettesek ennek örültek. Az évek során a nagyfőnök, akit különben Morbitzernek hívtak, és Csaszlauban született, megszámlálhatatlan sokaságú okmányra tett szert. Azután valakinek sürgős volt elhagyni Pireuszt, bizalommal keresette fel Morbitzert. Bizony megesett, hogy valaki 50 drakmáért vásárolt meg olyan igazolványt, amit 2 héttel ezelőtt ő adott el 8 drakmáért Morbitzernek. Ilyenkor otthon van. Éjjel 3 órakor kezdi az irodai órákat. Nédda, úgy látom már a hivatalában van. Egy jókora szemetes ládára mutatott, amelyben valaki olyan módon ült, hogy a félig nyitott tetőt a fejével támasztotta fel, és így védve volt az eső ellen. A szemetes láda jobb oldalán, a tető oltalmában, egy zacskóban gyertya égett. Fekete, széles karimájú kalapja volt, napbarnitott arcán a halántékától a bal szája szegletéig hatalmas forradás húzódott. Egyszerű drótcsiptető volt az orrán. Hivatala nagyon praktikus volt, mert nem kívánatos látogató közelettére egyszerűen lehajtotta a fejét, miáltal a láda teteje visszaesett, és mint valami koppantó, nyomban eloltotta a gyertyát is. Kosdást úgy látszik régen ismerhette, mert mikor meglátta, bólogatott és köpött. Jó estét! Ez nem fontos. Mit akarnak? Ez a kölyök Birmába szeretne menni. Én is elutaznék valamerre. A legfőbb ideje, hogy megszabaduljon ez a kikötő a gyanús elemektől. Birmába bevándorlás is kell. Ez megdrágítja. Nézze, nagyfőnök, nekem ne hencegjen. Kell egy igazolvány Birmába bevándorlással, ha lehet letelepedéssel. Mit kér? Ez attól függ. Van egy igazolványom, beutazás, letelepedés... Friss, 1 hónapos papír, meg boldogult tulajdonosa, Dán belgyógyász volt, egyetemi magántanár, aki, mint az álomkor hírneves gyógyítója, kapott beutazást. Van egy angol petróleum kutató, 2 havi tartózkodás, szabad kutatási engedély, Detterding ajánló levelével. Hogy az a 2 igazolvány? Én is megyek. Az Isten itt. Eredj innen, te kölyök. Na, 2 igazolvány, 120 drachma, de nem szívesen adom. 50. Ezek után heves vita indult meg. Közben Rozsdás többször odaütötte a nagyfőnök fejét a láda tetejéhez. Végül megegyeztek 80 drachmában, amelyet reggel a kikötő csarnok bejáratánál vesz át az írások ellenében Morbitzer.
Még vita közben érkezett a főorvos úr és bunkó társaságában, a piszkos Fred. A piszkos Fred 60 év körül járhatott. Hosszú szakálla volt, és fekete szegélyű saskarmai állandóan ebben a piszkos kávészínű gondozatlan szakálban babráltak. Valamikor fregat kapitány volt az angol haditengerészetnél, de egy alkalommal néhány gyilkosságot követett el, és ott kellett hagyni a szolgálatát. Most már jó néhány éve egy ócska kis gőzösön muníciót csempészett Kínába, és visszafelé kábítószereket hozott Görögországba. Nézd, a rozsdás! Halló, piszkos Fred! Mi készül? Hallom, hogy összeszólalkoztatok egy társasággal ma este. Megállapodtam a fiúkkal, hogy velem jönnek egy kis rakománnyal Sanghájba. Csak előbb rendes hajós igazolványt kell itt kapniuk a nagyfőnöktől, mert link dolgot nem csinálok. Ezt te is? Nekem más dolgom van. Megyek csecsemőt dajkálni Birmába. Akinek itt nincs dolga, az ne állja el a bejáratot. Gyerünk, Fred, ha akarsz valamit. Ez nem vendéglő, hanem hivatal. Te Birmába mész. Erről nem is szóltál nekünk. Hát magam sem tudtam. Várjatok csak. Nagyszerű ötletem van. Ide hallgass, Fred. Na. És maga is figyeljen ide, főnök. Akarnak fejenként 5000 fontot keresni? Hát attól függ, hogy... Illetve attól se függ. Részvénytársaságot kell alapítani. Azt lehet. Átalakulnak részvénytársasággá. A részvénytársaság alapító tagjai átvonultak egy közeli csapszékbe, ahol rozsdás néhány rövid szóval elmondta nekik Tom Leven történetét. Nem. Ne, hát... Már most, uraim! Ha mi átalakulunk részvénytársassággá, amelynek célja, hogy Tom Levent megszabadítsa a birmai garnizomból, és elvigye Londonba, ahol találmányáért 50 000 fontot kap, ebből 50% a részvénytársaságot illeti kiváló működéséért. Így fejenként 5000 font jut ötünkre. Hogy képzeli az egészet? Egyszerűen. Adva van 3 ember, piszkos Fred a kapitány és a nagyfőnök. A kapitánynak van hajója, és van esze. Ezen kívül a kölyöknek van pénze, és Morbitzer, a nagyfőnök, a részvénytársaság elnöke, aki minden gazság legfőbb irányítója, adná a további szükséges tőkét. Piszkos fedszerzi a hajót és a legénységet. Szóval úgy gondolod, hogy én elvigyelek titeket Birmába? Ott megszöktessük a legionáriust, és Angliába meneküljünk vele. Aha. De fiam... Én csempész vagyok, és ha nem viszek dugárut, miből tartom el a hajót olajjal, szénnel, pálinkával és mi egymással? Úgy van. A nagyfőnök, aki nem jön velünk, a ráeső 5000 fontot azért kapja, mert pénzt ad a vállalkozáshoz. 500 fontot kell hozzáadnia, akkor a részvénytársaság megalakult, és siker esetén 5000 font az osztalék. És mi biztosít engem arról, hogy ez a fiatalember igazat mondott? Kölyök, mutasd meg a táborszer nagy írását. Ez. Elég bizonyíték. A menlevelet kézről kézre adták. A találmányáért viszont, ha jó. Ha jó, ha jó. 50 000 fontot ajánlok fel. És ha a fivéred egyszerűen kijelenti, miután megszabadítottuk, hogy semmi köze ahhoz, amit te ígértél? Ettől nem félek. Mi hajónkon lesz, ha megszöktettük? Így azt hiszem, mindenféle megállapodásra könnyen rábeszélhetjük. De ha a találmány nem jó? Akkor, igen, tisztelt részvénytársaim, elvesztettünk időt és pénzt, de végre is kockázat nélkül nincs üzlet. Nekem tetszik a dolog. 5000 fontért érdemes valamit kockáztatni. De Kolombóig le kell vinnem az árut. Kolombóban szerzek hajót és legénységet. Ha? Ez pénz. Benne vagyok. De csak akkor, ha a rám eső részen kívül az 500 pontot is visszakapom. Újra vitatkozni kezdtek.
Rozsdás ismét megverte a nagyfőnököt. Végül a részvénytársaság megalakult. Írásba foglalták a megegyezést. A nagyfőnök pénzt ad Frednek, hogy Kolombóban hajót béreljen. Viszont, hogy biztosítéka legyen, megkapta zálogul a tábornok reverzálisát, amely nélkül Leven nem léphetett angol földre. A kölyök is aláírta az okmányt. A főorvos, Rozsdás, Bunkó és Morbitzer. Ügyvezető igazgató, a piszkos Fred. A részvénytársaság tagjai utolsó megbeszélésre jöttek össze. A kölyöknek egy petróleum kutatási engedélyt adott a nagyfőnök, Harry Leven névre, és kellemes kutatást kívánva átnyújtotta. Sajnos a Rozsdás igazolványa cellofánnal védett csontlap volt. Kijavíthatatlanul Verhaeghen doktor nevére szólt, és feljogosította, hogy mint az álomkor specialistája Birmában letelepedjen. A főorvos és Bunkó rendes matrózigazolványt kaptak, más névre szólót. Miután mindketten régi bűncselekményeik miatt a világ valamennyi hajós könyvéből töröltettek. És most hallgassatok rám! Az éjjel egy négy tagú társaság megbetegedett valamelyik ismerősönnél, és véletlenül négy hajójegy volt náluk. Ezek a szegény beteg emberek már nem fognak zavarni benneteket. Legalábbis így mondta az ismerősöm, aki igen alapos ember. Eladta nekem a négy jegyet. Éppen Kolomboig szólnak a Vulkániára, amely délben indul, kettő első osztályú, és kettő az inasok részére harmadosztályú. A két első osztályúval utazhat Rozsdás és a kölyök, a harmadosztályúval Bunkó és a főorvos. 50 font értékben elfogadjuk. 120. Rövid rugdosás után megállapodtak 90-ben. Halló! Csak hogy ruha is kell ehhez. A főorvos és a Bunkó utazhatnak, ahogy akarnak, de a kölyök meg én, ha leülünk az első osztályon így ebédelni, kissé gyanúsak leszünk. A nagyfőnök ismerősei ellátták őket a szükséges ruhával. Volt abban smoking és vászonruha, sőt, Rozsdás gardróbjában egy csíkos zöld golföltözet is. Kolombóban lesz hajó és legénység. Azután teljes gőzzel megyünk Rengó felé. Isten veletek! A Vulkánia igazán luxushajó volt. A ventilátorok szüntelenül zúgtak, a bolyok hordták a jeges italokat, fekete lábuk serényen futott fel és le a lépcsőn, csörögtek a poharak, és a hajó szíve, a modern motor, gumiba ágyazva, szinte nesztelenül működött. Vacsorához Leven mérnök kissé elkésve érkezett, mert soká tartott, amíg a smokingját felvette. Némi feltűnést keltett dr. Verhaeghen, aki szintén hosszú időt fordított az átöltözködésre, és végül egy csíkos, zöld golfruhában jelent meg. Az általános megdöbbenést elismerésnek vette. Ekkor lépett a terembe egy angol százados társaságában Earl of Sussex. Mint eljövendő gyarmatügyi államtitkárt emlegették, és fiatalkora dacára eléggé tapasztalt volt, mert 5 szolgálati évét részint az afrikai, részint az indiai gyarmaton töltötte. Pasas. A katonaruha is van olyan feltűnő, mint a golföltözék. Ön először utazik a trópusra, uram? Nem, ször. Dr. Verhaeghen vagyok, és az álomkor... Hát így a kutatás... Várjon csak, Dr. Verhaeghen... Verhaeghen... Megvan!
Ön a Kongó mellől 2 évvel érdekes cikket írt az álomkórról, az egyik angol orvosi szaklapnak. Önnek ez feltűnt, ször? Természetesen. Uh-huh. A gyarmati hadseregnek komoly problémája az álomkór. Uh-huh. Örülök, hogy megismerhettem önt. Hát, ez... Nagyon érdekesen említi egyik cikkében a lappangási idő szociális és erkölcsi összefüggését a benszülöttek bűnözésével kapcsolatban. Igen, hát igen, hát az úgy volt, hogy... Én azt hiszem, jobb lesz, hogyha erről más alkalommal beszélhetnék excellenciáddal. Lehetnek a vendégek között olyanok is, akik nem rokon szenveznek az álomkorral. A százados nyugodt pillantása mereven szegeződött rozsdásra. Boldog volt, amikor véget ért a vacsora. A kölyök olyan csinos volt smokingban, mint egy parkettáncos. Ne lenne mindig szomorú. Ja, nem én, rozsdás. Erre gondolt, miközben a kabinja felé tartott. A hajó közepén, közvetlenül a parancsnoki híd alatt 2 fülke volt egymás mellett. A hercegé és a századosi. Az ablakból fény szűrődött ki, és halk beszélgetés hallatszott. És maga biztosabban, hogy Tom Lever birmában van? Biztos vagyok benne, excellenciás uram. Tom Leven. Délelőtt, mintha csak körülsétálna a hajón, úri passzióval bekukkantott a fedél közbe. Egy csoport közepén ott ült a főorvos úr és Bunkó. Uraim, nincs önök között véletlenül egy Szabó. Tegnap elszakadt a smokingom. Szívesen megfizetném a fáradtságát, ha valaki... Én Szabó vagyok, kérem. Uh-huh. De pénzt nem fogadhatok el érte. Ó, hát akkor egy jó szivart. Történt valami? Még nem, de fog. Látod ott azt a 2 kabint? Este egy matróz szokott átcsorogni előtte. Elviszed a smokingot, és vacsora időben feljössz. No. Oda megy ehhez a matrózhoz a smokingommal, no. és megkérdezed, hogy hova vitt, no. mert nem találod az 5-ös kabint. Ha a matróz elment veled a fordulóig, tedd le a smokingot a kabinjóban. Értem. És te addig beosonsz az őrizetlenül maradt kabinba, és ellopsz mindenfélét. Hallgatózni megyek be, te barom. Jó. Azért, ha mégis elhoznál valamit, remélem nem fogsz becsapni. És a legfontosabb, éjfélkor... Vágd el a villanyvezetéket. Rozsdás titoknak jön a nyomára. Este 8-kor, mikor mindenki vacsoránál ült, kivéve Verhaeghen doktort, az őr kabinja elé állított matróz szinte dürohamot kapott attól a részeg Szabótól, aki sírva kérte, hogy énekelje el vele együtt a God Save the King-et, és mutassa meg neki az 5-ös kabint. De csitt, az excellenciás úr és a százados éppen feljöttek az étteremből. Rozsdás a százados fürdőszobájában a leghalkabb szót is tisztán hallotta. Ön szerint ez a Kwang... Kínából való? Szerintem valami kínai banda vezér lehet. Én azonban nem tekintem banda vezérnek. Elsősorban tárgyalni fogunk vele. Egy bizonyos, hogy Birma északi határán igen nagy ember, és pénz áldozatba kerülne egy hadjárat. A franciák sem kívánják a hadjáratot, de még áldozatok árán is fontos. Mert mind hátsó Indiába, mind Birmába ezen a területen keresztül csempészik a fegyvert. Előbb jön a kerekasztal. Pénzzel, szép szóval, ranggal talán csak lehet hatni arra Kwangra. Ne felejts el, excellenciát, hogy Kwang generálissal más oldalról is tárgyalnak. Ismer valakit, aki már beszélt ezzel a Kwanggal? Okos ember az. Mindenféle benszülöttekkel együtt korlátlan úr a határon. És ha akarja, beengedi azt a hatalmas fegyverszállítmányt, ami Kínán keresztül érkezik. Hát mielőtt ez a szállítmány megérkezik, vagy megállapodik velünk, vagy elindulunk ellen a franciákkal együtt. 14-én jön értünk a Redzir cirkáló. Tehát mire megérkezünk Kolombóba, már várni fog ránk. Éjfélre járhatott. Egyszerre kialudtak a lámpák. Valaki elvágta a vezetéket. Rozsdás már is kisurrant a kabinból.
emlékszem, hogy benne volt a lapokban. Van egy vitás terület Birma északi részén, amely közös francia-angol koncesziós terület lesz Earl of Sussex fennhatósága alatt. De miért említették Tom Levent? Ezt én sem tudom. De úgy érzem, nagy igazságtalanság történt vele. Nézd, mégiscsak gyilkolt. Én is öltem már, de csak önvédelemből. Ne haragudj, de aki asszony... Rozsdás, te most talán kinevetsz. De én azt hiszem, ebben a gyilkosságban van valami titokzatos. Miért ment el látogatóba a barátjához, miután gyilkolt? Miért csak akkor szökött el, mikor már bent volt a lapokban, hogy őt gyanúsítják? Miért hagyta ott a kalapját gyilkosság után? Miért ment ki a főbejáraton, várt taxira és gyújtott cigarettára, ha már gyilkol? Miért követel ennyi baklövést? Kicsit tényleg furcsán hangzik. Na de valaki csak megölte a hölgyet. Akarsz egy analízist hallani? Mi? Az megint olyan, mint az álomkor? Az analízis aprólékos elemzés. Valaki nyomban a fivérem távozása után belépett Helena Oldingtonhoz és leszúrta. Tudva azt, hogy mindenki Tomot fogja gyanúsítani. Szerintem az analízis olyan dolog, amit meg lehet fogni a gyilkos helyett, de nem lehet felakasztani. Hogy én is mondjak egy analízist? Kinek állt érdekében megölni a nőt? Talán annak, aki a nő útján a fivérettől ellopta a találmányt. Bravo! Ez nagyon jó analízis! Ha tudnánk, hogy ki nyújtotta be azt a hasonló találmányt, közelebb járnánk az ügy megoldásához. Mi a véleményed? Hogy elég már az analízisen rágódni, menjünk inkább a büfébe. Este volt. A déli kereszt, mint valami hatalmas signum laudis az ég végtelen zubbonyán, millió sziporkázó csillag között, tisztán hatalmasan ragyogott. Távolról sok lámpa tünedezett fel, egyre kivehetőbben. Colombo. Rozsdás meg a kölyök természetesen a Grand Hotelben szálltak meg. Este megérkezett felderítő útjáról a részvénytársaság két másik tagja. Gellevert volt mindkettő. Mi van piszkos Freddel? Meglátogatta egy barátját. Na és? Mit na és? A barátjának csapszéke van a külvárosban, ahol mellesleg rulett és ópium is járja. Fred már reggel megérkezett, azóta játszik és iszik. Próbáltuk elhívni. És mit mondott? Hogy menjünk a fenébe. Na... Vezessetek oda. Egy óra múlva meglátták a kapitányt a benszülött negyed egyik játékbarlangjában. Érdeklődéssel merett az asztalra. A malái krupié megpergette a rulettet, és futott a csontgolyó. Lapos homlokú, színes arcok meredtek előre verejtéktől fényesen. A 34-es nyert. Piszkos Fred megint betolt egy csomó bankjegyet. A három gyóntató és a kölyök sejtették, hogy a valamennyiük védelmezésére és az expedíció céljaira fordítandó költségeket sikkasztja éppen a kapitány, de mit lehet csinálni? Szakállában babrálva, három egyforma kínai coffot sodort kávészínű ősz szőrzetéből Fred. Aztán mosolyogva hátrafordult. Hogy vagytok? Barátai azonban a csontgolyót figyelték, amelynek a 20-ason kellett volna megállnia ahhoz, hogy az expedíció sorsa ne legyen kétséges. A gyékény padlójú kis szobában folytó, forró bűz terjengett, és a cvikkeres malái krupié állandóan vigyorgott. Egy távolabbi helyiségből citeraszó hallatszott. Elnézést. A golyó... A szentségit! A 10-esnél állt meg. Bocsánat, uraim, azt hiszem, így csalnak. A következő pillanatban egy késpenge villant a kezében. Végig szaladt az asztal posztóján,
és nyomban látható lett egy gumicső, amely a készülék alatt kezdődött, és a krupié kezében végződött. Így módot nyújtott arra, hogy a szaladó golyót odafújtatott levegővel kipillentse abból a lyukból, amelyben a legnagyobb tétnek megfelelő szám van. A krupié vigyorogva felemelkedett. Aztán revolvert rántott, de félúton sem volt a revolver a zsebéből, mikor piszkos Fred a lámpáról lehulló moszkítók számára odahelyezett cseréptálat a fejéhez csapta. Hogy a maláj vérbe borultan bukott hátra, közben másik kezével a közelében összemarkolható bankjegyeket gyorsan az ing mellébe süllyesztette. Mindez villámsebességgel játszódott le, és nyomban utána leírhatatlan zűrzavar támadt. Valaki hátulról késsel ugrott a kapitánynak. Ezt a főorvos úr egy lódítással keresztül vágta a ruletta asztalon. Oh, bunkó veszélyes sodrony kötele egy óriás kínai teherhordó fejét hasította be. Néhányan sikoltoztak. A kölyök dermedten lapult a falhoz. Azután rozsdásra esett a pillantása. Ilyet csodálattal nézte. Vörös fiatalember szétterpesztett lábakkal állt, ha valaki megközelítette, azt hozzácsapta megint a többihez. És végül, mint valami megvadult démon, leszakította a mennyezetről függő olajlámpát, és mindenestül belevágta a pillanatra meghátráló támadói közé. Piszkos Fred elindult a kijárat felé. Mintha nátszálakat hajlítana félre, úgy nyílt az út körülötte. Ugyanis derék magasságban két kést fogott a kezében, és nyugodt, lassú mozdulatokkal jobbra-balra döfött egyet-egyet. Amikor elérte a hátsó ajtót, megemelte a sapkáját, és távozott. A szoba teli lett füsttel. Az emberek támolyogtak a söntés üvegajtaja felé, ahol váratlanul bunkó nyitotta meg az utat. Egy 80 kilós hivatásos néger verekedő jó voltából, akit mindenestől belevágott az ajtóba. És nem sokára. Kim voltak az éjszakában. Háj! Szent Isten! A kölyök! Ott felejtettük! Rohantak vissza. De rozsdás minnél előbb járt. Soha életében nem érzett ilyen aggodalmat. Szegény kis gyenge fiú. Most érezte csak, hogy mennyire megszerette. Szája elé kötötte a zsebkendőjét, és belevetette magát a füstbe. Elcsennek egy kisebb hadihajót. Rozsdás fulladozott és szédült. Végre egy felcsapó lángnyelv villanásánál meglátta. Kölyök! Ülőhelyzetben volt, ahogy ájultan lebicsaklott a földre. A vállára dobta, mint valami zsákot. Ekkor vad szirénázással megérkezett a riadókészültség autója. Mire véget ért a színjáték? Mindenki futott. Itt ugyanis fehérek és színesek, leütöttek és megcsaltak, támadók és védekezők, valamennyien a büntető törvénykönyvből jól ismert vádlottak kiterjedt családjához tartoztak. Rozsdás két rét görnyedve szaladt, fél óra múlva egy kiégett gyapott mezőn megállt. Nagyot sóhajtott, és letette a terhét. A fiú mozdulatlanul feküdt. Mit betegeskedsz itt, te kis hülye? Legugolt mellé a földre, és néhányszor megütögette az arcát. Majd kinyitotta a fiú kabátját, hogy megdörzsölje a szívét. Aztán rögtön újra becsukta. A kölyök nő volt. Mm.
Na, ez jó kis marhaság. Köszönöm szépen. Azért mit vállalt ez a lány is? Mit vitt véghez, csak amióta kiszedtem a krokodil kezéből? Vajon hány nő van a világon, aki ezt megtenné a fivéréért? A kölyök kinyitotta a szemét, nagyot sóhajtott, aztán felült. Jobban vagy? Igen. Úgy érzem. Igen? Akkor egy-kettő, gyerünk! Gazember voltál, az is maradsz, és mindig az leszel. Hagyjuk ezt az örökös személyeskedést. A pénz elveszett, és vége. A főorvos úr leköpte. Ideges emberekkel nem lehet tárgyalni. Mit akartok? Tartozom benneteket egy tisztességes hajóval elindítani Birmáig és visszahozni. Jelenleg hajnali 5 óra van, és majd ráértek hasonló udvariatlanságokra, ha ma este 10:30-kor nem áll rendelkezésetekre a hajó. Hogy akarsz pénz nélkül hajót szerezni? Felvilágosítással. Nem tartozom nektek, csak hajóval, legénységgel és ellátással. 10:30-kor tehát legyetek a sziget déli végében, mert menetrendszerű pontossággal indul a hajó. Miféle hajó lesz az? Mit tudom én? Majd szerzek valahol egyet. Szerbusztok! És ment. A többiek őszinte tisztelettel néztek utána, amint zsebredugott kézzel csámpás járása felett ingadozó felső testtel nyugodtan haladt. Maga volt a megtestesült önbizalom. Most már másodszor mentetted meg az életemet, és nem is tudom. Na jó, hagyjuk ezeket a marhaságokat. Ne mondj többé ilyeneket, ha azt akarod, hogy jóban legyünk. Azt akarom. Na hát, eredj a hotelbe, este érted jövök. Szervusz. Hát, szervusz. Ezután rozsdással olyasmi történt, ami felmenő ágon 100 évre visszamenőleg nem fordult elő a családjában. Könyvtárba ment. Rozsdás a kolombói városi könyvtárban egy kötetnyi régi londoni újságba mélyedt és olvasott. Tom Leven kapitány gyilkossági ügyét olvasta el valamennyi lapból. Aztán lement egy nemzetközi kocsmába, pálinkát rendelt, és 3 órán át gondolkozott. Később a Grand Hotel portása telefonon jelentette Bradford vezérkari századosnak, hogy egy úr kíván személyesen beszélni Earl of Sussex ő excellenciájával. Ki ez az úr? Dr. Verhaeghen. Közölje vele, hogy ő excellenciája nem fogadhatja, csak ha írásban kéri a kihallgatást kellő megokolásra. Igen, százados úr. Fél óra múlva megjelent a néger boly egy borítékkal, amely a századosnak volt címezve. Dr. Verhaeghen tisztelettel kihallgatást kér ő excellenciájától Tom Leven ügyét illetően, addig is zárom levelemet kiváló tisztelettel, kelt ma. Vezesse hozzám azt az embert. Nem sokára rozsdás jelent meg, ünnepélyes alkalmakra tartogatott zöld golfruhájában. A százados nem kínált a helyjel. Mit akar? Ő excellenciájával szeretnék beszélni Tom Leven ügyében. A 2 évvel ezelőtt halálra ítélt katonát gondolja? Úgy tudom, ő excellenciája utazása bizonyos fokig összefüggésben áll ezzel az üggyel. Ezt honnan tudja? Kérem, én a kihallgatást nem a szó rendőri értelmében kértem. Mit honnan tudok, az magánügyem. Vigyázzon, uram! Katonai titkok talán mégsem képezhetik az ön magánügyeit. Mondja el nekem, és ha alkalmasnak látom, közlöm ő excellenciájával. Bebizonyítanám, hogy Tom Leven ártatlan volt. Egyben kiszolgáltatnám az igazi bűnöst, és egy nagy horderejű találmány megszerzéséhez is közelebb hoznám Angliát. Maga inkább az álomkorral szokott azelőtt foglalkozni. Térjünk át talán erre a tárgyra. Én a napokban 2 egymáshoz erősített üveglap között néhány tripanoszomát kaptam, ugyanis magánéletemben szenvedélyem a mikroszkóp. Nos kérem, én a tripanoszomák körül fehér foltokat láttam. Meg tudná nekem kérem magyarázni, mi ez? Én Tom Leven ügyében jöttem. Minden kívánságát teljesítem, ha megmondja, hogy mi az a tripanoszoma.
Hát most... Az álomkor bacilusa. Az álomkoré, amelynek maga hírneves kutatója. Én már a hajón gyanakodtam. Nem tudom, melyik államhírszerzője, csak azt tudom, hogy nem orvos, és nem Verhagen, hanem kém. Hordja el magát innen, mielőtt intézkedem, hogy örökre kitiltsák az angol impériumból. Lesz még idő, amikor megbánja ezt az eljárását. Távozik! Vagy más eljárást óhajt. Hát én csak egyet óhajtok. Hogy valaha önnel olyan helyen találkozzam, amely nem áll angol fennhatóság alatt. Milyen érdekes dolog ez az üveglapokkal. Egyszerűen jól egymáshoz szorítják, és akkor jobban megóvja azt a vércseppecskét, vagy akár lehelletet, ami a két lap között van, mint leónozott doboz a szardíniát. És ekkor mikroszkóp alá teszik. Így szállítanak egy csepp vért világrészeken át, és még a fehér foltok is épek maradnak. Remek. Egy kocsmában rospálinkát rendelt, és hosszú, barátságos hangú levelet írt az angol hadügyminiszternek. A kora esti órákban Earl of Sussex és a százados impozáns díszszemle után elhajóztak a redzír cirkálón. 10 órakor a 4 utitárs Rozsdás, Bunkó, a kölyök és a főorvos legyalogolt a kikötőbe. Barátságtalan, áthatolhatatlan fekete éjszaka volt. Egy szép páncélos éppen itt kezdett manőverezni. Na, ezt elvihette volna az ördög. 10:30 elmúlt. Hol késik a piszkos Fred? Innen ma nem indulunk. Ha Fred meglátja ezt a páncélost, akkor holnap sem mer ideállni. Na, gyerünk! Gyerünk, beszállás! De hol a hajó? Tekintse a szemedet! Egy évre való szén, olaj és pókerkártya van benne. Na gyerünk már, mert lopott hadihajóval nem jó itt ácsorogni. Ember, ezért mindnyájunkat felkötnek. De kicsinyes vagy ma, persze, hogy felkötnek. Na, jöttök, maradtok, vagy mi fene? 10:50 elmúlt, és nem szeretnék késéssel indulni. Nagy vagy, Fred. Midőn délután szemet vetett a gyönyörű hajóra, és furdalni kezdte a rögeszmeszerű gondolat, piszkos Fred visszament Kolombóba, ahol a régi bőrgyár használaton kívül helyezett szennylevezető csatornájában néhány régi barátja lakott. Közöttük egy igen kövér, félszemű ember, akit Petersonnak hívtak. Amikor révkapitány volt Hollandia egyik kikötőjében, de iszákossága miatt elcsapták társával a púpos Lemmel, aki egy afférnál eltörte a gerincét, és azóta púpja van. A sziget belsejéből elkábított benszülötteket rakták fel, mint teherárut bizonyos hajókra, amelyekkel üzletileg együtt dolgoztak. Az elkábítás gumibot útján történt, és a benszülött, mire magához tért, már összekötözve feküdt társaival egy halomban, mint csirkék a piacon, valamelyik rabszolgahajón. Hépet! 20 egészen kitűnő legényre lenne szükségem, és mellesleg mind a hármatokra. Nagy üzlet! Jöhet! Van itt elég kipróbált régi matróz a csempészek között. Mind örömmel megy neki a mókának. Estére együtt legyen szerelőtől szakácsig egy komplet legénység. Igen! 20 perc múlva a Balmoral nevű sorhajó ő felsége keleti flottájának egyik legmodernebb cirkálója teljes gőzzel elindult a részvénytársasággal Kalkutta felé.